Nincs vakcina hiány Gyulán. Folyamatosan oltják a regisztráltakat az oltópontokon. Fő a biztonság. Újra kinyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. Csabai sikerek is születtek a 42. Nemzetközi Sportgálán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 3.266.000 fő megkapta már legalább az első oltását Magyarországon. Fogalmazott az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília beszámolt arról, hogy a héten újabb nagy mennyiségű ellenanyagszállítmányok érkeznek, melyeket a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál, valamint az oltóbuszokon is használnak majd. A nyitás újabb lépéseként hétfőn megnyithattak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. Ezzel kapcsolatban az országos tisztifőorvos elmondta, hogy mintegy 200.000 pedagógus kapta meg soron kívül a védőoltást. A szülőket arra kérte, hogy csak egészséges gyermekeket engedjenek közösségbe. Müller Cecília a védettség tekintetében elmondta, hogy az ellenanyagvizsgálat önmagában félrevezető lehet. Kiemelte, hogy mind az 5 Magyarországon alkalmazott oltóanyag hatásos és biztonságos, azonban nem áll még rendelkezésre elegendő adat a védettség időtartamára vonatkozóan. Minden biztonsági intézkedést, minden adatot megvizsgáltak, amely a hatásosságot és a biztonságosságot szavatolja, ugyanakkor nem áll elégséges idő ahhoz még rendelkezésünkre, hogy a védettségnek az időtartamát meghatározzuk. Nagyon úgy néz ki, hogy akár mind az 5 vakcinából is szükség lehet egy harmadik emlékeztető dózisra. Folytatódtak az oltások a hétvégén a gyulai oltópontokon is. A Békés-megyei Központi Kórház kórházhigiénés osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, folyamatos a vakcinával való ellátottság mind a Sputnik V, mind a Pfizer, mind pedig a Sinopharm esetében. Szinte minden generáció képviseltette magát szombaton az egyik gyulai oltóponton. A várakozókat arról kérdeztük, hogy miért döntöttek amellett, hogy beoltatják magukat, és mi változik majd az életükben a második vakcina után. Biztonsági érzetet azt hiszem, hogy ez fogja adni, és az most nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott legyek. Még mindenkinek, ne féljen, ne rettegjen. Továbbra is óvatosak leszünk. Vigyázunk magunkra, én úgy gondolom, a legfontosabb most az, hogy a gyerekeim tudjon a barátaival találkozni, tehát ez a cél, hogy ők jól érezzék magukat most már. Elmegyek a szüleim sírjához, és rendbe teszem a sírt. Az egy távoli faluban van, és akkor oda fogunk elmenni, mert ott lakik a húgom is, őt is meglátogatjuk. De eddig ugye kockázatos lett volna, vagy ők tartottak volna tőlünk, vagy én ők tőlük, úgyhogy nem mentünk eddig. A Békés-megyei Központi Kórház kórházhigiénés osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, folyamatos a vakcinával való ellátottság, rendszeresen érkezik mind a Pfizer, mind pedig a Sputnik V oltóanyag is. Dr. Seres Ábel hozzátette, ugyanez a helyzet a Sinopharm vakcinával, amellyel a házi orvosok oltanak. Azt gondolom, hogy célba ért az a központi edukáció a lakosság terében, amit tapasztalunk most már az oltópontokon is. Tehát időpontra érkeznek az oltandó személyek, valamint felkészülten, tehát nyilatkozattal, és egy előminősítés is történik már. Tehát az a kontraindikált szám az egyre kevesebb most már az oltópontokon. Az osztályvezető főorvos hangsúlyozta, ha valakinek az oltás napján vagy röviddel az oltás napját megelőzően akut lázas megbetegedése volt, akkor nem szabad felvennie a vakcinát. Hétfőn újra visszatérhettek az óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos tanulói az intézményekbe. A felsőbb évfolyamokon a tervek szerint május 10-ig marad a digitális oktatás. Az iskolák már napokkal ezelőtt felkészültek a nyitásra, így a diákok tiszta, fertőtlenített intézményekbe érkezhettek meg. Jó reggelt kívánok, te vagy az Bukta! Lázméréssel és kézfertőtlenítéssel indult újra a tanítás a Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus általános iskolában.
Az intézmény több mint egy hónapig volt zárva, így a gyerekek többsége örült, hogy újra kinyitott az iskola. Nekem mindenki hiányzott a suliból, és nagyon vártam, hogy visszajöhessek. Hát szeretek itt tanulni, és utálom az online tanulást. És miért utáltad az online tanulást? Mert ott kevesebbet tanultunk, és minél többet tanulunk, annál okosabbak leszünk. A kormány korábban úgy döntött, hogy egyelőre csak az alsó tagozatos diákok járhatnak iskolába. A többi évfolyam számára május 10-ig még marad a távoktatás. Igaz, 5 hete nem találkoztunk, ez hosszú idő volt, és már nagyon hiányoztatok nekünk. Az intézmény egyik pedagógusa szerint az online tanulás nem pótolhatja a személyes oktatást. Ha bármilyen témát veszünk, akkor itt van egy hangulat, amit otthon nem lehet interneten nagyon nehéz kialakítani. Nyilván próbálkozunk mindennel, meg igyekeztünk, de egész más. Egy csikúvá válik nagyon, és elvesztik rettenetesen a motivációjukat hosszú idő után. Az iskolában egyelőre nem minden téren állt vissza a régi rend. A tanítók a kontaktusok csökkentése miatt csak délelőtt vannak együtt a diákokkal, de más változások is vannak az intézményben. Kihasználjuk, hogy most nincsenek itt a felső tagozatosok, ezért 2 teremben 2 tanítóval van egy-egy osztály, így kisebb létszámú csoportokban tudnak tanulni. Délután pedig a felső tagozatról a napközis kollégákat hívjuk be, és ők vannak a gyerekekkel, és kicsit könnyebbség a gyerekek számára, hogy most nem adunk házi feladatot, azért sem, mert akit csak tudunk, kérünk a szülőket arra, hogy vigyék haza ebéd után a gyerekeket. Maruza Zoltán köznevelésért felelős államtitkár korábban arról beszélt, hogy ha egy szülő a járvány miatt nem akarja iskolába engedni a gyerekét, akkor az intézmény vezetője engedélyezheti a távolmaradást. Fontos információ továbbá, hogy aki 250 óránál többet hiányzik és nem osztályozható, az osztályozó vizsgát tehet majd. Új eszközöket kapott az Országos Mentőszolgálat Békéscsabai mentőállomása. Az adományt a KDNP Békéscsabai szervezetének nevében Bálint József elnök és dr. Csicsely Ilona önkormányzati képviselő adta át hétfő reggel. Dr. Csicsely Ilona önkormányzati képviselő elmondta, hogy az elmúlt évben elmaradt rendezvényeikre szánt tagdíjak és adományok összegét idén támogatásra szerették volna fordítani. Gondolkodtunk rajta, hogy mi lenne az, ami mindenféleképpen jó és célszerű, és eszünkbe jutottak a mentők, a mentősök, akik azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek, nem csak a pandémia idején, hanem egyébként is sokat tesznek értünk. Megkerestük a Békéscsabai mentőállomás vezetőjét, és megkérdeztük, hogy mire lenne szükségük. A járvány miatt a mentőszolgálat valamennyi hűtőszekrénye foglalt, a navigációs eszközök egy része pedig elromlott az utóbbi időben, fogalmazott Bálint József, a KDNP Békéscsabai szervezetének elnöke. Így jött az ötlet és az igény, hogy 2 GPS-re volna szükségük gépjárművükben, és itt a mentőszolgálatnál egy hűtőre is szükség lenne. És így a tagság szavazatával és 100%-os támogatásával hoztuk meg a döntést, és vásároltuk meg ezeket az eszközöket, amelyet nagyon nagy szeretettel bocsájtunk a mentőszolgálat részére segítségképpen. Hozzátették, hogy a hűtőszekrény a mentőszolgálat munkatársainak kényelmét, míg a navigációs berendezések mindnyájunk érdekét szolgálja. Csicsely Ilona örül az adományátadás létrejöttének, úgy gondolja, igazán jó célra fordították a felajánlásukat. Zsinórban második mérkőzésén maradt alul a Békéscsaba 1912 előre a labdarúgó MB2-ben. A 14. helyen álló Lilafehér együttes a bajnokságban 8. helyezett szombathelyi haladást fogadta hazai pályán, a Kórház utcai stadionban vasárnap este. A mérkőzés első komolyabb helyzetét a fehér mezben pályára lépő Szombathely jegyezhette a 4. percben. Németh Mário távoli lövését Krünács Rihárd védte bravúrral. A másik oldalon a kezdőcsapatban újra helyet kapó Nikola Pantovics próbálkozását tornázta fölé Verpec István. A 23. percben újabb lehetőséget puskázott el az előre. Lukács Rajmond beadását Kovács Ádám fejelte kapu mellé. Beadhatja, Kovács fejese és mellé megy.
A második félidő első helyzetéből rögtön megszerezte a vezetést a haladás. Németh Márió cselezte be magát a 16-oson belülre, és átemelte a labdát a kapus felett. A 70. percben a csereként beállt Paudics Patrik egyenlíthetett volna, de nem találta el jól a labdát. A Szombathely a 77. percben megduplázta az előnyét. Jancsó András indítása után Medgyes Zoltán vihette kapura a labdát, amit tovább tett Dragoner Filiphez, aki a léc alá lőtt. 3 perccel később ugyan Nagy Sándor révén szépített az előre, de már nem tudott egyenlíteni, így 2-1-re elveszítette a mérkőzést. Hogy játékban jobbak voltunk-e, azt nem tudom, azt majd a szakértők eldöntik, itt van érző, sajnos nem látták a meccset, majd ők eldöntik. Eredmény az felénk billen, azt gondolom összességében azért talán picit többet tettünk a győzelemért. Roppant kemény találkozó volt, egy nagyszerűen felkészített, jól szervezett csapattal találkoztunk, amelyben egy különleges motivációt éreztem, látszott az, hogy ezek a fiúk ma tényleg a szívüket, lelküket kitették a pályára, de összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertek, és nagyon boldogok vagyunk nyilvánvalóan. A Szombathelyi haladás a győzelmével fellépett az NB2 hetedik helyére 50 ponttal, míg a Békés Csaba 1912 előre 40 egységgel maradt a 14. pozícióban. Szerintem végig fölénybe játszottunk. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, igazán nem érdekel, hogy ki mit gondol erről. Tehát végig fölénybe játszottunk, szerintem taktikailag jól oldottuk meg az első fél időben is a játéképítést, a második fél időben is nem véletlen, hogy ennyi lehetőségünk volt. Ami továbbra is problémás, hogy nem rúgjuk be az ígyszereket, és anélkül meg majd, ha nehéz mérkőzést nyerni. A találkozó bővebb összefoglalóját és a hosszabb edzői értékeléseket a Kezdőkör című sportmagazinunkban láthatják 20 óra 20 perctől. Csabai sikerek is születtek a Nemzetközi Gyalogló és Futósportgálán vasárnap. A KOP Békés Csabai Atlétikai Klub már 42. alkalommal szervezte meg a megmérettetést, amelyen országos és olimpiai kvalifikációs versenyeket is tartottak. Az időjárás az egésznapos eső miatt ugyan kedvezőtlen volt, de ez sem állt a versenyzők útjába, hiszen szép számmal vettek részt a viadalon. A csabai gyaloglók közül Zahorán Petra megnyerte a 10 kilométeres nemzetközi ifjúsági versenyt. Szerintem ez egy nagyon jó verseny volt, főleg, hogy ugye most az időt elnézve esik az eső, nincs meleg se. Szerintem ez egy edzős versenynek nagyon jó volt. A junior világbajnoki szintet már teljesítő gyalogló a májusi csehországi Európa kupára készült. Edzője pedig elégedett volt a vasárnapi teljesítménnyel. Nagyon jó sikerült, azt kell mondanom. Nagyon szépen osztotta be az erejét, és a Nairobiba a szintet felülmúlta, a junior világbajnoki szintet felülmúlta. Jól versenyzett, megnyerte a versenyt, egy nemzetközi versenyt, ami szuper dolog. Kovács Barbara 20 kilométeres női mezőnyben indult, ahol harmadik lett egy lengyel és egy új-zélandi versenyző mögött. A gyalogló ugyan nem teljesítette az olimpiai kvalifikációs szintet, de a magyar bajnokságot megnyerte és jó formában utazhat a májusi Európa kupára. Megmondom őszintén, hogy egy olyan 10-12 kilométer után, ahol volt egy kis lassulásom, ott éreztem, hogy egy kicsit, mintha kihűlt volna a lábom, és talán az nehezítette talán a versenyt, de szerencsére nem volt ez a nagyon nagy eső, azt szeretett viselni, a cipőnk vizes lett, de hát ez ezzel jár, hogy ilyen sportot választottunk, és kint kell versenyezni. A sportgála díjátadóján a város polgármestere, Szarvas Péter is részt vett, aki kiemelte, hogy jól láthatóan nagyszerű utánpótlás nevelés zajlik a klubnál, hiszen több érmet szereztek a fiatal csabai versenyzők. Ez a szám, hogy 42. ez a gyalogló verseny, azt mutatja, hogy egy patinás, régi hagyományokkal bíró versenyről van szó. Először is nagyon szépen köszönöm a Békés Csabai Atlétikai Klub vezetőinek, hogy ápolják a hagyományt, és az idei évben is Covid-járvány ide vagy oda megszervezték. És ugye ínséges idők járnak a sportversenyekre, ezért nagyon sokan eljöttek erre a versenyre a világ számos pontjáról. Mexikóból, Új-Zélandról, Izlandról voltak itt versenyzők. A csabai gyaloglók közül Bor Benyámin a 8000 méteres fiú versenyen, míg Kovács Alexandra a lányok 5 kilométeres időfutamában lett első.
Szerződést hosszabbított Márta Drüpasz Vitelszki Békés Csabai Röplabda Sportegyesületével. Tette közzé hivatalos oldalán a Csabai Klub. A 31 esztendős szerb átló a 2020-21-es szezonban a Viharsarki együttes egyik pontjárosa volt. Az előző idényben Magyar Kupa és bajnoki ezüsthöz segítette csapatát. Az átlónak számos ajánlata volt hazai és külföldi együttesektől is, azonban úgy döntött, hogy a 2021-22-es idényt is Békés Csabán kezdi majd. Márta Drüpa elmondta, hiányérzete van a mérkőzés nélkül elveszített bajnoki döntő miatt, ennek ellenére jól érezte magát a klubnál, és extra motivációval tér majd vissza. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!